Különleges, finom anyagra, sejemre festenek az asztalnál azok, akik jelentkeztek Meleg Andrea foglalkozására. A Design Pécs idei eseményei között a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában biztosítottak erre lehetőséget. Nem találkoztam még olyannal, aki jött hozzám és rosszat festett volna. Mivel ott vagyok, figyelek rájuk, mindegyik egyedi, mind a 8-an egész mást festenek, saját karakterük meg pillanatnyi lelki állapotuk szerint, és a végeredmény biztos, hogy harmonikus lesz. 8 érdeklődőt tudott fogadni ezen a workshopon, ahol a sejmet, illetve a szükséges festékeket, ecseteket biztosította. 16-17 éve festek sejemre, most azt nem várhatom el senkitől, hogy olyasmivel álljon elő így elsőre, de arra pont jó, hogy megpróbálják és kedvet kapnak, esetleg máskor is jönnek, egy tökéletes kikapcsolódás. Itt egy erdő hangjait tettem be háttérzenének, remélem ez is hat rájuk, így tudat alatt, hogy teljes kikapcsolódás, meg egy flow állapotot tudjanak elérni. Sejemre festeni bárki képes? Ezzel a kérdésbe foglalt címmel hirdették meg a foglalkozást, a szakmai vezetés mellett pedig mindenkinek sikerült szép alkotásokat létrehoznia. Hasonlít az akvarell festéshez, de azért ez egy nemes anyag, nagyon jók a festékek, úgyhogy igazán nem is tárgyakat, meg konkrét dolgokat szoktam én festeni, és erre buzdítom itt a résztvevőket is, hogy hangulatokat, érzéseket fessenek, és ebből jön ki majd valami nagyon szép, amit öröm, amikor festik, öröm lesz, amikor viselik, és az is egy harmadik öröm, amikor megdicsérik majd, aki látja, hogy hú, hát ezt te festetted, hát igen, igen. Meleg Andrea sejemből készült táskáiból, sáljaiból, kiegészítőiből kiállítás is nyílt a helyi iparkamara épületében. Ezek a kollekciók, sejemalkotások tették ismerté nem csak hazánkban, hanem külföldön is. Ezt jelzik a világ minden részéről érkezett megrendelések a sejemalkotásokra.